Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket Hangvilla című magazin műsorunkban. Egy hét után újra itt vagyunk önökkel, és hát hívjuk is azonnal önöket a készülékek mellé. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégeinket is, Esze Tomit és Esze Zsoltot, szia, akiket szia. Szívesen keresztelek át, néha-néha is szólítalak benneteket Tamásnak, Zsoltnak fordítva, de így most hallgatni fogtok ezekre a bármelyik megszólalásra. Vagy megszólításra. Nagyon nehéz, érdekes és minden tekintetben szerintem figyelemfelkeltő témáról fogunk beszélgetni. Mondtam nektek, hogy olvastam kettő típusú statisztikát, kettő érdekes összeállítást. Az egyik arról szólt, hogy ma Magyarországon 2%-ot sem éri el azoknak a száma, akik komoly zenét hallgatnak. Tudom, hogy a Gorzion Művészeti Szakgimnáziumban elsősorban könnyű zenei oktatás zajlik, de például Zsolt, mikor voltatok nálunk a Vörös Marti Rádióban, akkor a tanítványod, akit hoztál magaddal, ő azt mondta, hogy a komoly zenéből érkezett, tehát hogy komoly zenei alapképzés. Igen. Így van. De azért azt gondolom, hogy egy zenész ember, ráadásul egy zenetanár szempontjából, amikor azt halljuk, hogy 2%-ot sem éri el azoknak a száma, akik ma komoly zenét hallgatnak, az egészen... Hát nem akarom így drámaiba vinni, de riasztó képet fest, hogy ezt a drámát egy picit oldjuk. A gasztronómiában azt mondják, hogy a karácsonyt leszámítva a magyar emberek nagyjából 1-1,5%-a fogyaszt hal húst. Igen. Na most ez a döbbenet jelenik meg, ha zenére fordítjuk a zenész világban, hogy 2%-a se hallgat az embereknek komoly zenét. Igen, hát az a baj, hogy jelentősen átalakult, a világ is átalakult, de Magyarországon ez nagyon-nagyon felfordult ez a szemlélet. És igazából a zenét, ugye mint művészeti ágat, azt már nem művészeti ágként figyelik, hanem abszolút kereskedelmi és marketing iparág, szempont. Iparág. Így van, egy iparág lett. És gyártjuk sorba a nótákat, aztán tök mindegy, hogy milyen, jó vagy nem. Legfeljebb azt mondom a másikról, hogy jó, hogy engem is elvigyem haknizni. Meg. Szóval, igen, szóval nem igen, mondunk egymás igen. Nótáiról aha, rosszat. Aha. Szóval, és ez egy nagyon jól működő, sokaknak sok millió, esetleg milliárd forintot hozó iparág, és csak megfeledkezünk arról, hogy alapvetően a művészeteknek nem feltétlenül a pénzkeresés, hanem az embereknek az értékadás az a feladata. Mm. Tehát az emberek értéket és kulturális értékeket ugye a művészetekből kapnak elsősorban. Hát most sajnos ma Magyarországon kulturális értékekről hát nagyon-nagyon nehéz, nem lehet. Nehéz. Nagyon nehéz, és már szinte nem is lehet beszélni, mert ugye mindent átvesz ez a felületes ilyen semmi dolog, és csak így röhögünk, bohóckodunk, mit tudom én. Fel van pörgetve minden mesterséges. Hát igen, de most amikor már, ugye, tehát nincsenek műveltségi vetélkedők helyette, ugye majomparádék vannak, szereplő castinggal, meg mit tudom én, és aki az minden csak az extremitás, ez a könnyen emészthető dolgok, tehát semmilyen mögöttes értékek, mögöttes dolgok, és semmilyen mélysége nincsen a dolognak. Hát ez egy országnak és egy államnak a feladata lenne ezeket a dolgokat, ugyanúgy, ahogy a festészet, szobrászat, táncművészet, ugyanúgy a zeneművészetet is a megfelelő mederbe terelni, és hát itt az eredménye. Igen. Nem olyan régen beszélgettünk, szobahozva Bartók Bélát, Kodály Zoltánt. Zsolt, te Csikkorának írtál levelet arra vonatkozóan, hogy direkte használja igen. ezeket a bartóki megoldásokat a zenéjében. Szóval azért Bartók is Kodály országában azt a statisztikát olvasni, ezen még egyszer nem tudom, hogy mérték, nem tudom, milyen mérések eredménye lett ez az alig 2%, de azért azt hiszem, hogy a zongora művész apával rendelkező remek zongoristának is. Ez egy elég szomorú információk. Szerintetek, és akkor nyilván itt azért a nézők azt is várnák tőlünk, hogy na de akkor mit lehetne csinálni? Tessék megmondani, mert ugye ilyenkor mindig jön az, hogy de akkor mit lehetne csinálni? Szóval a zenész tanárember, hol látná a megoldást? Hol lehetne esetleg ezt a 2%-ot, ne legyenek nagy elvárásaink, 3%-ra föltornázni? És csak egyetlen egy szomorú százalékról beszéltünk, de hogy lehetne ezt növelni szerintetek? Egyébként nagyon érdekes, mert ahogy valaki elkezd zenét tanulni, és
azt a megfelelő ismeretanyagot elkezdi begyűjteni és megszerezni, abban a pillanatban elkezd szelektálni is egyszer mind, és egyre többször már nem impulzusszerűen és nem a személyes benyomások alapján fog zenét választani, hanem adott esetben már szakmai szempontokat is ugye preferál, és minél többet tanul, minél jobban elmélyed mondjuk egy hangszeres tudásban, annál jobban kezd nyitni a komolyabb műfajok felé, vagy a nehezebben emészthető műfajok felé. Tehát a maga a zene tanulás az szerintem egyeneságon hozza magával ezt a dolgot. Uh-huh, uh-huh. Nyilván nekünk irányítani kell valamilyen szinten. Hát az a legnehezebb, meg ugye hát egy régi marketing mondás az, hogy az igényeket nem kielégíteni, hanem gerjeszteni kell. Tehát ugye most nem igények kielégítése zajlik, hanem folyamatosan olyan igényeket gerjesztenek emberekbe, ami tulajdonképpen teljesen felesleges, de hogyha mondjuk most innentől kezdve 30 évig csak klasszikus zene szólna mindenféle médiumból, akkor 30 év múlva az emberek a klasszikus zenét szeretnék, és az lenne nekik az alapvető dolog. Tehát ez egy, de most ugye nem e felé megyünk, és sajnos nincs is arra törekvés, mert a döntéshozók azok gyakorlatilag hát pénzügyi szempontokat néznek inkább. Meg azt se felejtsük el, hogy ha egy kicsit a kronológiát megnézzük egy ilyen időszalagon, akkor a nagyon komoly klasszikus előadók, most hogy vagy azért, mert marketing miatt, vagy megélhetés szempontjából, vagy mert a közönség ezt presszionálja és ezt nyomja rájuk, mindegyikük elkezdett valamilyen szinten a könnyű műfajban is megjelenni. Tehát elkezdtek műsorra tűzni, sokkal könnyebben emészhető, tehát azért ez a mondjuk egy Bartók Allegro Barbaró, az egy réteg zene, tehát azt nem tudja mindenki meghallgatni, nem is érti, sőt, kifejezetten zavarónak adott esetben hamisnak találják, vagy egy kékszakálú herceg várát, hát nem tudom. Persze, ez nagyon szorosan összefügg az oktatással. Ezt az összefonódást kéne minél jobban erősíteni, mert a zeneoktatás az nagyon sok területen, Magyarország nagyon sok területén az egyetlen olyan forrás, ahol a gyerekek kultúrához jutnak. A könnyű zeneoktatás, illetve hát nem a könnyű zene, hanem az alapfokú művészetoktatás. És ezt kéne borzasztó módon feltornászni, és ennek a színvonalát kéne ugye magasba emelni. Micsoda téma, amiről egyébként valószínűleg tartom, hogy hosszasan tudnátok beszélni. Folytatjuk is tovább nem sokára, de kicsit zenélünk. Igaz, hogy nem komoly zenei betét következik, de mindenképpen zene. Most itt a Fejvár Televízióban, utána pedig beszélgetünk tovább. Hangvilla. Ne csak hallgass, nézd is. Nekem a
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Hölgyeim és uraim, kedves televízió nézők, folytatjuk tovább a beszélgetést, amit megkezdtünk az előzőekben remek vendégeimmel, Esze Zsolttal és Esze Tamással, és egy riasztó adattal indítottunk. Ugye azt mondtam, hogy 2%-a sem hallgat ma Magyarországon az embereknek komoly zenét. Akkor rugaszkodjunk el a komoly zenétől, tehát a klasszikus komoly muzsikától, és akkor tovább megyek. A statisztika arról szólt, hogy a Magyarországon zenét hallgató emberek alig 21%-a hallgat hangszeres élő zenét. Itt már ugye a komoly mellett a könnyű zenei produkciókra is gondolhatunk, ami persze nyilvánvalóan, megint mondom még egyszer, nagy kérdés, hogy hogy lett mérve, hogy lett ez a statisztika fölállítva, fölépítve, de azért gondoljuk csak végig, hogy akkor ezek szerint a maradék, ugye a nagy kérdés, tehát hogy ők mit hallgatnak, vagy elektronikus zenét, vagy nem hallgatnak semmilyen zenét, vagy azt a fajta szintetikus zenét, amit azért már előállítanak, de semmiképpen sem hangszerekkel, hanem valamiféle számítógépes megoldással. Szóval ott tartunk, hogy nem éri el a 30%-ot azoknak a zenehallgatóknak, hadd fogalmazok így, zenefogyasztóknak a száma, akik értik, figyelik, kedvelik és szeretik az élő zenét, tehát a hangszeres Igen. zenét. Na most ez megint csak olyan provokatív kérdés két zenész tanárnak, amire valószínűleg több órán át tudnánk beszélgetni. Hát gyorsan, ha szabad erre reflektálnom, van egy aranyos sztorim, egy nagyon, nagyon neves, elegáns budapesti szállodának vagyok, voltam, hát most ugye karantén ideje is. Most ki tudja. Most ki tudja, hogy igen, átkezdő leszek, vagy pálya elhagyó. Vagy szakáccsa leszek. És hát ott ugye voltam bázongorista, és az egyik nap, az egyik szünetben állok a menedzserrel, beszélgetünk, ugye lazítunk, stb. És jött egy ember egy fémpénzzel a kezében, és 15-ször körbejárt a zongorát. Ezt úgy kell elképzelni, ez egy nagy hangverseny zongora, egy gyönyörű szép Petrov koron fekete hangverseny zongora, és körüljárt a zongorát, hogy megkérdezte, hogy hol kell beledobni a pénzt, hogy szóljon. És mi azt hittük, hogy vicc. És annyira nem volt vicc, hogy nem mertünk röhögni, hanem tehát el kellett forduljunk. Csináltak egy nyílást rajta, hogy elmenni, mert az ember komolyan gondolta. Tehát jó, ez nyilván egy extrém példa, de sajnos ma már kezdjük ezt a szintet pedzeni néha. Tehát, hogy elképzelhetetlennek tartják, hogy egy hangszert élőben meg tudnak szólaltatni. De amúgy nagyon sok stúdió felvétel is ugye ma már sokkal könnyebben készül, mert kijavítják, kihúzzák a részeket, digitálisan megvagdossák, stb. Azért ez 50 évvel ezelőtt valaki vagy tudta, vagy nem tudta. Oda ment, felvétel indul, és az elejétől a végéig le kellett kalapálni. És az úgy volt jó. Ha nem, újra az egész. Tehát az... Csorba Petivel, remek dobos barátunkkal, aki egyébként itt van a stúdióban, csak most elduktuk, elrejtettük. Rengeteg alkalommal játszottuk úgy koncerten, hogy megállítottuk a műsort, tehát megállt a műsor, és lehetett a közönségnek választani, és Petit beleívtuk egy játékba, ő segített ebbe, hogy akkor itt van, tessék, ez a dobfelsz, és akkor mondjatok stílusokat, zenei stílusokat, és hát a Peti ugye egy nagyon univerzálisan képzett ember, és játszotta gyakorlatilag, ha tangót kértek, tangót, ha csacsát, csacsát, ha rakendrolt, rakendrolt, ütött, ezzel is bemutatva, hogy kérem szépen, ez a dobfelszerelés. Tehát ez így néz ki. És voltak olyan koncertek, amikor mentünk be, a fiatalok jöttek oda, és nézték, hogy hogy ilyen a dob. Ez a dobfelszerelés, ami kiadja azt a hangot, amit én otthon számítógéppel Igen. csinálok. Igen. Ezért beszélgetünk arról, hogy ma alig 30%-a az, aki odafigyel egyáltalán arra a zenehallgatók közül, hogy hangszeres zenei megoldások történnek. Tomi, biztos a gitárral is van egy-két ilyen kellemetlen gondolat. Hát mindenképpen, ugye, hát a gitár az mondjuk egy népszerű, legalább felismerik, hogy az gitár. Igen. Felismerik, hogy az gitár, de hát ugye jönnek a kisgyerekek, és általában mindig valami kedvencet szeretnének. Feladom nekik az első, nyilván az nem tetszik nekik, meg mit tudom, egy másikat, és akkor ezzel ideig, óráig el lehet menni, de aztán utána jönnek olyan kedvencek, amiket biztos, hogy nem fog tudni lejátszani. És utána már meg vagyunk lőve, hogy igen, fel kéne építeni, ezt is meg kéne tanulni, azt is meg kéne tanulni, úgyhogy nem vagyunk könnyű helyzetben gitár szempontból sem, de mondom, a közönség legalább azt felismeri.
a gitárt felismerik, igen, a zongorát felismerik, ráadásul keresik is a nyílást, ahová be lehet dobni a pénzt. Ez egy óriás, ez legendás történet, ezt halálos, nem hallottam még halálos tőle. Sztori. Én remélem, hogy tanulságos volt ez a beszélgetés a televízió nézők számára is, és én nagyon remélem, hogy egy picit talán jobban ezek után, a műsorok után érzékenyebbé válnak mondjuk az élő zenére, a hangszeres zenére, akár a komoly zenére, amivel kezdtünk. És abban a reménységben búcsúzom el, hogy talán a jövő héten is itt lesznek velünk. Köszönöm nektek ezt, köszönjük, a mai beszélgetést. És köszönöm szépen a televízió nézőknek, hogy hallgattak bennünket, hogy néztek bennünket, és mondom még egyszer, várjuk Önöket. Viszontlátásra. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Thank you.
Csak hallgasd, nézd is! A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.